Well, I'm happy you're here. I'm happy I'm here. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy én is itt vagyok. I'm not concerned about the people who aren't here. So put a smile on your face and turn in your Bibles to Acts chapter 27. Tehát mosolyogjatok és nyissátok ki a Bibliátokat az apostolok cselekedetei 27-es fejezeténél. Praise the Lord Jesus. Dicsétessék az Úr Jézus. I'm going to tell you a story today. Actually, we're going to read a story today from the Bible. Egy történetet fogunk elolvasni közösen a Bibliából. It's found in Acts chapter 27. A 27-es fejezetben található. And this story is it's really an allegory for living in perilous times. A történet valójában egy allegorikus tanítás arról, olyan helyzetekről, amikor zűrös időkben élünk. Now everybody knows what an allegory is. It's a story that has meaning. Az allegória egy átvitt jelentéssel rendelkező történet. Some spiritual meaning behind it. Szellemi jelentése van. And the Bible also tells us that in the last days, a Biblia azt is tanítja, hogy az utolsó időkben kihívásokat teli idők fognak jönni. That means difficult times. Nehéz idők. Times of trouble. Bajok lesznek. And so just because we belong to Jesus and we are heaven bound, azért, mert Jézushoz tartozunk, it doesn't mean we're not going to experience some difficulties down here on the earth. És a mennyekbe tartozunk, azért még a földön problémákat fogunk megtapasztalni. And so today I'm going to share with you some things that are going to get us through these difficult times. És a mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mik fognak átsegíteni bennünket ezekben az időkben. And I'm going to ask that you listen carefully and maybe even take some notes. You can write in your Bible. Szeretném, ha figyelnétek, esetleg jegyzetelnétek is. Okay. Rendben. Now we're going to read in chapter 27 in just a moment. Azonnal fogjuk olvasni az igét. We're not going to read the whole chapter. Nem olvassuk fel az egész fejezetet. So I need to kind of tell you what's going on here. Úgyhogy elmesélem, összefoglalom, hogy mi történik. We understand that the apostle Paul was not always a follower of Jesus Christ. Az világos, hogy Pál apostol nem volt mindig Jézus követője. He met Jesus on the road to Damascus. A damaszkuszi úton találkozott Jézussal. And his life was changed forever. És az élete megváltozott örökre. Before that he was a persecutor of the church. A változás előtt üldözte a keresztényeket. And he sought people out even in their homes and dragged them to prison and witnessed their death. És még az embereket az otthonukból is kirángatta, börtönbe vetette, és aztán végignézte a halálukat. So he was a pretty mean dude. Tehát valójában egy eléggé aljas fickó volt. Jesus changed all that. De Jézus megváltoztatta. And when Jesus changed all that, Paul made a bunch of new enemies. És amikor Jézus megváltoztatta, Pálnak új ellenségei lettek. The religious people that he used to be a part of were now his enemies and wanted to kill him. A vallásos emberek, akikhez ő is tartozott régebben, az ellenségeivé váltak és meg akarták ölni. Because he had changed sides. Azért, mert átállt a másik oldalra. Now he was not only a Christian, but he was a preacher of righteousness. Nem csak hogy keresztényé vált, hanem hirdette is az igazságot. The righteousness by faith in Jesus Christ. A Jézus hitébe vetett hűséget. So Paul travels to Jerusalem one day. Tehát Pál elutazik Jeruzsálembe. And he has a heart for his Hebrew brothers and sisters. És a szívén a zsidó testvéreinek a sorsa volt. He wants them to know the truth. Azt szerette volna, ha ismerik az igazságot. He goes into the temple. Tehát bemegy a templomba. And these religious people pounce on him. They get him, they grab him, okay. They arrest him. És a templomban letartóztatják Pált. And they haul him before the judge. És a bírák elé viszik. They want him dead. És követelik a halálát. And so Paul, not only was he a Hebrew and a Pharisee, but he was a Roman citizen by birth. Pál nem csak hogy zsidó volt, de római állampolgár is születésétől fogva. So he as a citizen had the right to take his case,
his judgment against him and go all the way to Caesar in Rome. És miután állampolgár volt, ezért megvolt a joga arra, hogy az ügyét a Cézár elé vigye egészen Rómába. And that's what he decides to do. És úgy döntött, hogy inkább Rómába utazik. And he's going to share Jesus, he's going to share the gospel all the way there. És miközben szállítják, hirdetni fogja Jézust. And so in chapter 27 we find that Paul is a prisoner. A 27-es fejezetben Pál már egy fogoly. And he's put on a boat that's bound for Rome. És a Rómába induló hajón van. And when he gets on this boat, the Spirit of God witnesses to his spirit. És amikor a hajón van, az Úr szelleme that this journey was going to have a lot of trouble. Kijelentést ad Pál szellemének arról, hogy az úton sok baj fogja érni. And the, not only for the ship, but also for the lives of all those who are on the ship. Nem csak a hajó fog sérüléseket szenvedni, hanem az emberek is, akik a hajón vannak. And so Paul knows this in his heart when he's taken aboard that ship, but he had no control over the situation. Pál tisztában van ezzel, már akkor is, amikor fölviszik a hajóra, de nem uralja a helyzetet. And so they begin to sail towards Rome. Tehát elindul a hajó Róma felé. And the wind and the waves are contrary to them. They run into really bad weather. És az időjárás kifejezetten rossz, a tenger is nagyon erősen hullámzik. Paul is traveling with 276 other men on this boat. Pál 276 tud magával utazik ezen a hajón. And it comes to a part in the journey when they were in a very desperate place. És elérkezik az az időpont is az utazás során, amikor mindannyian kétségbe esnek. And I want you to first read in verse 20 of this chapter 27. Először is a 20-as igeverset nézzük meg. And it says, when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, a továbbiakra minden reménységük elvétetett életben maradásuk felől. And so the first thing I want you to see in this story is that Paul and all of those on the ship had come to a place of utter hopelessness. Tehát láthatjuk, hogy Pál és a többiek is elvesztették minden reményüket. That's a horrible place to be. A reménytelenség rettenetes hely. A place of hopelessness means that you cannot see a future that has any good happening. A reménytelenség állapotában lenni azt jelenti, hogy nem látod a jövőt, nem látod azt, hogy bármiféle jó dolog akár mikor is történhet meg. All these men on the ship, except for Paul, believed that they were going to die right there. Pár kivételével minden ember azt hitte a hajón, hogy meg fognak halni. We can live without a lot of things in our life, but we cannot live without hope. Nagyon sok minden nélkül lehet élni az életben, de remény nélkül nem. Each one of us has to believe that tomorrow or next week or next month or next year is going to be better than the present time. Hinnünk kell abban, hogy a holnap, a jövő hét, a jövő hónap, vagy akár az elkövetkezendő esztendő jobb lesz, mint ami most. And the good news of Jesus and the Word of God is full of hope. És az evangélium Jézusnak a szavai tele van reménységgel. And if there's one place in the whole world, in the whole city, that we should be able to come for hope, it's the church. És egy helynek kell lennie minden városban, ahová reménnyel jövünk, ez pedig a gyülekezet. But again, I want you to see that all hope was given up in this situation. Tehát ismételten mondom, a többiek teljesen feladták a reményt. And now, Agnes, I want you to read from verse 21 to 29. 21 and 29. Go ahead. A 21-estől a 29-esig fogom felolvasni. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt.
Mindazáltal mostanra nézve is kérlek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert senki sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyal az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell néked állnod, és ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk, mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint idestova hányatánk az Adrián, éjféltárban észrevevék a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk, és lebocsátván a vízmérő ont 20 örnyinek találták, majd egy kevéssé tovább menvén, és ismét lebocsátván a vízmérő ont találtak 15 örnyinek. És mivel féltek, hogy szétes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetvén ki, kívánják valahogy nappal legyen. It's good to know that even in the most troubled times and hopeless situation, God doesn't abandon us. Nagyon jó tudni azt, hogy még a legnagyobb baj közepén sem hagy el bennünket Isten. And he turns things around. És megváltoztatja a körülményeket. But I want you to notice in verse 29, it says that they drop 4 anchors over the boat. A 29-es igeversben az áll, hogy 4 vasmacskát vetettek ki a hajóból. Because they didn't want the boat to wreck on the rocks and the waves. Mert meg akarták akadályozni azt, hogy a hajó összetörjön a sziklákon. Now, you know, everybody know what a metaphor is. A metaphor is has a symbolic meaning behind something. Tudjátok, ugye mi az a metafora, amikor valami szimbolikus jelentés van egy szó mögött, vagy kifejezés mögött. I'm sorry. In this story, the anchors are a metaphor for us. Ebben a történetben a vasmacskák, a horgonyok valójában metaforák számunkra. Does everybody know what an anchor is, what it does? Ugye tudjátok, hogy mire szolgál a vasmacska. An anchor is something that you throw over the side of the ship. It goes all the way down to the bottom of the ocean. Azt kivetik a hajó oldalából, lesüllyed a tengerfenékre. You don't see it. Nem látjátok. When it's under the water. Amikor már a víz alatt van. But it attaches itself to something that's solid at the bottom of the ocean. De a tengerfenéken összeakasztkodik valamivel, ami szilárd. And it gives stability to the whole ship. Azért, hogy stabilitást biztosítson a hajónak. So that the ship is not tossed to and fro with the waves and broken up against the rocks. Azért, hogy a hajó egy helyben tudjon maradni, és a hullámok ne hányják vessék esetleg neki a szikláknak. But an anchor will hold that ship steady so that it won't be destroyed. Tehát a horgony megtartja a hajót azért, hogy ne pusztuljon el az. Now when you and I walk into a dark place in our life, amikor egy sötét helyre érkezünk az életben, and there are storms and winds and water and waves, egy viharos tenger. Yeah. Yeah. All that. Water, wind and waves. Yeah. This one word. Not in one word. When we go into those places in life, we need something that's going to hold us stable. Tehát amikor ilyen viharos helyre kerülünk az életben, akkor szükségünk van egy horgonyra, ami megtartja. Something that is so strong that our life will not be moved. Valami, ami annyira erős, hogy az életünk nem inog meg. The Bible talks about the person who is tossed to and fro with every wind and wave. A Biblia beszél az olyan emberekről, akik minden szél arrébb taszít. It says a double-minded man who's tossed like a wave is unstable in all of his ways. És azt mondja az ige, hogy egy olyan ember, akinek kétféleképpen működik az elméje, az ide-oda hányja az élet. It also says don't let that man think he'll receive anything from the Lord. És azt is mondja az ige, hogy az ilyen ember nem kap semmit az Istentől. And so we are not like that man. Mi viszont nem vagyunk ilyenek. I want to talk to you about 4 anchors for our soul. És 4 horgonyról szeretnék beszélni, ami a lelkünknek horgony. That will keep us steady in the difficult times. Melyek megtartanak bennünket a nehéz időkben. And our anchor doesn't go below the ocean. Our anchor goes up into the heavens, into the very throne of God.
Viszont ezek a horgonyok nem a tengerfenékre mennek, hanem a mennyországba, Istenhez. And it's as secure as God the Creator is himself. És olyan biztosabb, mint amilyen biztos önmagában a Teremtő Atya. All right, so we're all on this boat, right? Mindezen a hajón vagyunk, így van? This great big storm. Nagy vihar van. And we haven't seen the stars or the sun for many days. És már napok óta nem láttuk sem a napot, sem a csillagokat. And all hope has been given up. There's no way we're going to make it out of this. És minden reményt feladtunk. Nem fogunk innen kijutni. So what are we going to do? Mit teszünk? We're going to throw an anchor overboard. Kidobjuk az egyik horgonyt. And the first anchor is found in verse 23. Verse 23. Why don't you read that again? Igen, és az első horgony a 23-as igeversben van. Felolvasom még egyszer, mert az éjjel mellém áll egy angyal az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok is. Hallelujah. Hallelujah. There stood by me this night an angel of the God to whom I belong. Tehát mellém áll a Istennek egy angyala, aki vagyok és akit szolgálok is. The first anchor for my life is that I belong to God. Az első horgony az életemben az a megállapítás, hogy én Istené vagyok. I belong to God. Én Istené vagyok. I have been purchased with a price. És áron vettek meg. He purchased me as his own special treasure. És különleges kincsként vásárolt meg engem. His own personal possession. Az ő személyes tulajdona vagyok. And he did that with the blood of Jesus. És ezt a Jézus vérével tette. And everything that God the Father did through Jesus Christ, it wasn't just for my sake. És mindaz, amit az Úr megtett a Jézus Krisztus által, nem csak az én érdekemet szolgálta. It was for himself. Hanem önmagát ért is tette. It was because he wanted a family. Azért, mert ő egy családot akart. Because he wanted people who would worship him. Mert Isten olyan embereket akart, akik dicsőítik őt. And so God purchased each one of us for himself. Tehát Isten megvásárolt mindannyiunkat maga számára. És mi hozzátartozunk. And there's nothing that can separate us from his love. És semmi sem választhat el minket az ő szeretetétől. There's no storm that's strong enough to separate us from God's love. Nem létezik akkora vihar, ami elválaszthat minket Isten szeretetétől. There's no persecution, there's no test or trial that can separate us from his love. Nincs semmi olyan fajta üldöztetés, teszt vagy kihívás, ami elválaszthat minket tőle. Many times when people enter a dark place into their life, amikor az emberek sötét helyre kerülnek az életben. Their first question is why? Why is this happening? Az első kérdésük az, hogy ugyan miért történik ez velem? Why is God allowing this? Miért engedi meg Isten, hogy ez megtörténjen? Some people might say, why is God doing this to me? Sokan azt kérdezik, hogy Isten miért teszi ezt velem? Would a father, a loving father, put his child through a difficult time like that? Azt kérdezem tőletek, hogy egy szerető apa ilyen kihívások elé állítaná a gyermekét? I don't think so. Szerintem nem. God is not our enemy. Isten nem az ellenség. God is not angry with us. Isten nem haragszik ránk. He's not in a bad mood. És nincs rossz kedvesen. God loves us. Isten szeret minket. He cherishes us. És megbecsül bennünket. In a way that we can't even comprehend. Fel se tudjuk fogni ezt, hogy mennyire szeret. If we're in the middle of a storm, tehát egy vihar közepén vagyunk. One of the anchors for my soul, és az a lelkem egyik horgonya, is going to be knowing that God is for me because I belong to him. Az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy Isten gondoskodik rólam, mert én az övé vagyok. He's not against me. És nem ellenem van. He's not trying to teach me some lesson, so he's pushing me in front of the car. És nem akar nekem semmiféle leckét tanítani, mondjuk egy olyannal, hogy egy autó elé. He's not trying to punish me for some sin that I did. És megbüntetni sem akar valamilyen vétekért, amit elkövettem. And he's not tempting me with evil. És nem hoz engem kísértésbe gonosz dolgokkal. He is on my side. Ő az én oldalamon áll. He is my father. Ő az atyám. And he loves me. És ő szeret engem. And nothing shall separate me from his love. És semmi sem választhat el az ő szeretetétől. Now sometimes we take certain truths for granted.
néhány dolgot magától értetődőnek veszünk. But there's a whole lot of people in the world that think that God is angry at them. És nagyon sok ember van a világon, akik azt hiszik, hogy Isten haragszik rájuk. And that he's looking for opportunities to judge people for their wickedness. És hogy Isten arra vár, hogy megítélhesse az embereket az ő gonoszságukért. This is not the God we serve. De mi nem ezt az Isten szolgáljuk. He is a father. Ő az Atya. And he loves us. És ő szeret bennünket. Unconditionally. Feltétel nélkül. Even when we blow it and make mistakes. Akkor is, amikor elrontjuk a dolgokat, hibákat követünk. He's not chasing us down with a stick. És nem pálcával akar megfenyíteni. He's waiting for us to turn back to him. Hanem arra vár, hogy visszatérjünk hozzá. So that he can run towards us. Hogy felénk jöhessen. We belong to God. Mi Istenhez tartozunk. I belong to God. Én is Istenhez tartozom. I think about the dignity that comes with just saying that. The dignity. Méltóságot kapok azzal, hogy ezt kimondom. The security that comes with knowing that. És biztonságérzet is jön azzal, hogy én ezt tudom. The liberty that comes with knowing. És szabadság is. I belong to God. Istenhez tartozom. And so Paul stands up in the middle of this storm where everybody has given up hope. Tehát a vihar közepén Pál egyszer csak feláll és felszól, miközben a többiek már elvesztették a reményt. And he says to these men, the first thing he says is, be of good cheer. És az első dolog, amit mond az embereknek, az, hogy örvendezzetek. That means get happy. Legyetek, vagyis hogy legyetek reménységben, vagyis. It means be glad. Legyetek boldogok, örvendezzetek. Why don't you start to laugh a little bit? Olyan, mint azt mondaná, hogy ne vegyétek egy picit. Why don't you put a big smile on your face? Mosolyogjatok. Why don't you get ready to have a party? Mi lenne a buliznál? Because that's what we're gonna do. We're gonna have a party. Mert bulizni is fogunk. And these men, these hopeless men, are looking at Paul, saying, "Are you stupid or are you crazy?" És ezek a kétségbeesett emberek ránéznek Péter, és azt kérdezik tőle, hogy te bolond vagy hülye? Right? Így van. Maybe. Talán így volt. And Paul says, "Don't worry about it. Be happy." Pál meg azt mondja, hogy emiatt ne aggodalmaskodjatok, legyetek boldogok. You don't tell a bunch of men who are writing out their last will to be happy and to be glad. You don't normally do that. Ugye nem általános eljárás az, hogy egy csomó férfinak, aki éppen a halálra készül, a végrendeletét írja, azt mondott, hogy ne aggodalmaskodj, nem legyél boldog. He had inside information. De neki belső kinyilatkoztatása volt. Ismert egy titkot. He belonged to God. És ő Istenhez tartozott. And his father was not going to let him die out there in the middle of the Mediterranean Ocean. És az ő atya nem fogja hagyni, hogy meghaljon a tenger közepén. I don't know about you guys, but I belong to God. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkodtok, de én Istenhez tartozom. I'm his favorite. És én a kedvence vagyok. I don't know. I've been told that God doesn't have favorites, but I think that I'm his favorite. Talán Istennek nincsenek kedvence, de én úgy gondolom mégis, hogy az egyik kedvence vagyok. He has my picture on his refrigerator. És a képemet kiraktam még a hűtőszekrényre és a hűtőmágnesként. Hallelujah. Amen. And so that's the first thing that we have to know in our heart and our mind. Tehát ez az első dolog, amit nagyon-nagyon one moment. Tehát amit igen erősen meg kell ragadnunk a szívünkben és az elménkben is. Without any doubt. És nem szabad kételkednünk. I belong to him. Azt kell tudnotok, hogy hozzátartoztok. Special to him. És hogy különlegesek vagytok számára. All right, now we're not going to take a lot of time with each of these anchors, but we're just going to throw them over the ship and get them out there. Eszi. Nem fogok hosszasan tanítani mindegyik horgonyról, hanem egyszerűen csak kidobáljuk őket. All right? Are we having fun yet? Second anchor. A második horgony. Look in verse 25. 25. vers. He says, therefore, take heart, men.
For I believe God that it will be just as it was told to me. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Hallelujah. He had a word from heaven. Kapott egy kinyilatkoztatást a mennyekből. Delivered by an angel, a messenger from God. Egy üzenetet, amit egy angyal hozott el neki. And that word was, don't be afraid, Paul. You're not going to die. I've given you your life and all the men that are with you. És az üzenet az volt, hogy ne félj, Pál, nem fogsz meghalni, neked adom azoknak az embereknek az életét is, akik veled vannak. The Bible says faith comes by hearing. Az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van. And hearing by the word of God. Hallás Isten igéjéből. And so the second anchor for our soul. Tehát a második horgony. Is God cannot lie. A következő, hogy Isten nem tud hazudni. God cannot lie. Isten nem tud hazudni. Would you say that with me? Mondjátok ezt velem, kérlek. Isten nem tud hazudni. Hallelujah. Why is that so important? Ez miért fontos? Because God asks us, actually commands us to live by faith. Azért, mert Isten nem csak hogy arra kér, hanem azt parancsolja nekünk, hogy hitben éljünk. And he tells us that you cannot please me unless you live by faith. És azt is mondja, hogy csak úgy tudsz nekem örömet okozni, a hitben. So faith is built on the foundation that God is faithful to his word. He cannot lie. A hit pedig abból fakad, hogy Isten hű az igéhez, nem tud hazudni. The Bible says it's impossible for God to lie. A Biblia azt tanítja tehát, hogy lehetetlenség Isten számára, hogy hazudjon. Because he cannot lie, then whatever proceeds out of his mouth towards you and me is going to come to pass. Más szavakkal, hogy akármit mond nekünk, az meg fog történni. We cannot live our life on word, just on words that God spoke to us last year and last 5 years. Nem csak olyan igékből élhetünk, amiket Isten tavaly vagy 5 éve mondott. We build our life on what God is speaking to us each day. Hanem azokra az igékre építjük az életünket, amiket Isten mond minden egyes napon. And this is what he's speaking to us. És ezzel beszél hozzánk. He's made exceedingly great and precious promises. Hatalmas és csodálatos ígéreteket tett. So many promises. Rengeteg ígéretet. So many things that he's done for us through Jesus Christ. És ott vannak azok a dolgok, amiket megtett értünk Jézus Krisztuson keresztül. How do we know about them? Honnan ismerjük Jézus tetteit? We read about them in the word. Az igében olvasunk róla. And we let them come into our heart and renew our mind. És beengedjük az igéket a szívünkbe, és ezáltal az elménket is megújítjuk. When we hear God speak to us, amikor halljuk Istent, aki beszél hozzánk, the Bible says faith comes. A Biblia szerint hitet is kapunk. And faith is expressed when we can believe that in our heart and say it with our own mouth. És a hitet úgy tapasztaljuk meg, hogy nem csak a szívünkben fogadjuk el az igét, hanem megvallást teszünk róla. We are simply agreeing with God. Egy akaraton vagyunk Istennel. Faith is not difficult. Faith is simply saying what God has already said. A hit nem bonyolult, a hit nagyon egyszerű. Nekünk csak meg kell ismételni azt, amit Isten már egyszer mondott. We're not making it up ourselves. Nem mi fogjuk életre hozni. We're taking it as a word from his mouth to our heart. Hanem az ő igéjét vesszük a mi szívünkbe. And so God speaks to Paul in this dark situation and he says, don't be afraid. Tehát Isten beszélt Pálhoz ebben a nehéz helyzetben, és azt mondta neki, hogy ne félj. You're not gonna die. Nem fogsz meghalni. Neither are the men that are with you. És azok a férfiak sem, akik veled vannak. And so he says boldly, he stands up before these hopeless men and says boldly. És tehát Pál feláll a többiek között, és bátran beszél. I believe God, it shall be even as it was spoken to me. És azt mondja, hogy én hiszek Istenben, és minden úgy lesz, ahogy Isten megjelentette nekem. That is the language of faith. Ez a hit szava. Hallelujah. Hallelujah. If you want to communicate with God,
you gotta speak His language. Hogyha beszélni akarsz Istennel, akkor az ő nyelvén kell beszélned. If you're gonna live in the kingdom of God and be victorious, you've got to learn His language. Hogyha az Isten királyságába akarsz kerülni és győzedelmes akarsz lenni, meg kell tanulnod az ő nyelvét. And you've got to agree with Him. És egy akaraton kell lenned. And if you're agreeing with what He says, then your actions in life will line up with His word. És hogyha hiszel benne, akkor az életben a cselekedeteid meg fogják mutatni az ő igéjét. See, the natural man in the world doesn't understand this. Az emberek, a világi emberek nem értik ezt. Because they are ruled only by what they see and feel and hear. Mert az uralja őket, amit látnak, amit hallanak, amit éreznek. But we have inside information. De nekünk belső információink is vannak. What do you mean inside information? Hogy értem ezt a belső információt? I mean inside the Bible information. Úgy értem, hogy a Biblián belüli információk. And this book is a living book. A kezünkben ez a könyv egy élő könyv. And these words are living words. És ezek a szavak élő szavak. They are alive and powerful. Élők és erősek. And when God speaks them to your life, to your heart. És amikor az Úr a te szívedhez szól. And when He says, "Don't be afraid." És azt mondja neked, hogy ne félj. Then we can simply say, "Okay, I won't be afraid." Akkor nyugodtan mondhatjátok azt, hogy jó, nem fogok. You are with me. Mert te velem vagy, Uram. You will not forsake me. És nem fogsz elhagyni engem. We need to settle in our heart the absolute integrity of God's word. Settle in our heart. A szívünkben el kell fogadnunk azt, hogy Isten ura az ő szavának. It comes before our emotions. The word comes before our emotions. Tehát az ő igéje megelőzi a mi érzéseinket. It comes before our experiences. A tapasztalatainkat. It comes before our feelings. És az érzéseinket. God's promises are real. Isten ígéretei igazak. Hallelujah. Hallelujah. We can build our life on faith in His word. És az életünket az ő igéjére építhetjük hitben. My question is, what promises has God made to you? Az a kérdésem, hogy Isten milyen ígéretet tett nektek? Many times after a church service, we will have a prayer line for people. A szolgálati alkalom után ugye van a gyógyítósor. And many times we will ask people, what do you want God to do for you? És megkérdezzük az embereket, hogy mit szeretnétek, hogy Isten mit tegyen értetek. And people will say, well, this is what I need, or this is what I want. És az emberek azt mondják, hogy erre van szükségem, vagy ez kell nekem. And then many times the next question we'll ask is, well, what word are you standing on? A következő kérdés az, hogy pedig az, hogy milyen igén állsz meg. Because you can't have faith, you can't believe without a word from God. Mert nem lehet hited, hogyha nincs egy ige, amit kaptál Istentől. And so if people look at me with that blank look and say, well, I don't know, I don't have a word, I don't have a word. És az emberek ön üres tekintettel néznek rám, és azt mondják, hogy nem tudom, semmi igét nem kaptam. Then it's likely that they're not going to receive what they need or what they're asking for. Ezáltal lesz világos, hogy nem fogják megkapni azt, amire szükségük van, sem azt, amit kérnek. Why is that? Miért van ez így? Because God's unfair? Azért, mert Isten nem fair? No, it's because God responds to faith. Nem, azért, mert Isten a hitre reagál. We have to release faith. Ki kell árasztani a hitet. We have to believe what He's already said, what He's already done. Hinnünk kell abban, hogy megkaptuk már azt, elvégeztetett, amit megígért. What Jesus has done in His death and resurrection has covered every single area of our life. Az életünk minden területén felmerülő problémára válasz volt az, amit Krisztus elvégzett a kereszt halálával és a feltámadásával. And it is delivered to us through the grace of God. És az Isten kegyelme által meg is kaptuk már mindezt. But we have to respond by faith. De felelnünk kell erre hitben. I believe God. Mégpedig azzal, hogy hiszünk Istenben. Let's just say that together. I believe God. Mondjuk ezt együtt. Hiszek Istenben. Say it again. Mondjátok még egyszer. Hiszek Istenben. Say it again. Még egyszer. Hiszek Istenben. Get used to saying that.
Szokjatok hozzá, hogy ezt megvalljátok. Because that's followed by what did God say? I believe God because he said. Hiszem Istent, mert ő azt mondta. Amen. Amen. Tehát egy igét halljatok meg. And now you're learning the language of faith. Így tanuljátok a hit nyelvét. There's no reason why any child of God should live a defeated life. No semmi reason at all. Ok nincs arra, hogy Istennek bármely gyermeke vesztesként éljen. We are destined to come out of trouble. Nekünk az a sorsunk, hogy kijöjjünk a bajokból. Okay, so we got two anchors over the boat. Tehát két horgonyt már kivetettünk a hajóból. What's the first anchor? Mi az első horgony? I belong to him. Istenhez tartozom. Right? Így van. I belong to him. What's the second anchor? És mi a második? God cannot lie. Isten nem tud hazudni. He always tells the truth. Mindig az igazat mondja. And if I believe it and I confess it, then I can live in the victory. Okay. Third anchor. Harmadik horgony következik. Remember they threw four anchors over the boat. We're getting to anchor number three, right? A négy horgony közül akkor most a harmadik következik. Look in verse 24. Go ahead and read that, please. 24? Yes. Okay. A 24-es ige vers. I'll read it. Okay. The angel said, "Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar." Azt mondja az angyal, ne félj, Pál, a császár elé kell még állnod. Now that's the word of the Lord, right? Ezt az Úr mondja. And he says, "You must be brought before Caesar." Azt mondja az ige, hogy a császár elé kell néked állnod. Now here's the third anchor. A harmadik horgony. God's purpose prevails. Pedig a következő, hogy Isten terve a győzedelmes. What does that mean? Ez mit jelent? That means every one of our lives, God has a purpose for it. Azt jelenti, hogy mindannyiunk életével van az Úrnak célja. Nobody was brought into this world by accident. Senki sem véletlenül került erre a világra. Every person that was born into this world, God has a potential and a purpose for their life. És mindenki, aki a világon van, rendelkezik egy célval. Erre hívta el Isten. They all have a destination. Mindannyiunknak van egy célkitűzés. The Bible says that there are works that God has ordained for each person to do. A Biblia azt tanítja, hogy Isten mindenkit elhívott a szolgálatra. And so the blueprint for your life has already been drawn out. Vagyis az életeteknek a tervrajza, az alaprajza már készen áll. We are just following that map every day. És ezt egy térképként használva járjuk az utunkat. Now the blueprint for Paul's life was not for him to sail out into the Mediterranean and sink to the bottom of the sea. És az Pál életének a tervezője nem azt mutatta, hogy a földközi tengeren kell meghalnia. The blueprint for his life was that he was going to go to Rome, the capital of the world, and witness for Jesus Christ. Az állt inkább ebben a tervben, hogy Pálnak el kell mennie Rómába, és ott hirdetni az evangéliumot. Your Bibles are right there in front of you. Why don't you go back a couple of chapters to chapter 23? Ha ott van a kezetekben a Biblia, lapozzatok vissza a 23-as fejezethez. Go back to chapter 23. Yep. Look at verse 11. Would you read verse 11, please? 11-es igevers. A következő éjszakán pedig mellé állván az Úr mondja neki, légy bátor, Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Now this was a long time before Paul ever got on that boat. Amit most olvastunk, az jóval azelőtt történt, hogy Pál felkerült volna a hajóra, ami Rómába viszi. And Jesus visited him again at a very dark point in his life. Viszont megint egy nehéz időszakban volt, és akkor látogatta meg Jézus. And what are the first words that Jesus speaks to Paul there? És mi volt az első, amit mondott Pálnak? Well, read in your Bible, somebody. Légy bátor, Pál. What are the first words that Jesus says there, Pastor? Mit mond Jézus Istennek? Olvasd föl, kérlek. You can stand up if you want. A következő éjszaka pedig mellé áll az Úr. Is that the first words? No.
Okay. No, he. It's the introduction he read. Oh, the introduction. Yep, and not just the billboard. Read verse 11. Yeah. Read Vador. He read the words. What was that? Be bold. Be bold? Yep. It says be bold? Be of good cheer. In our Bible it says be bold. In your Bible it says be bold. Yep. In my Bible it says be of good cheer. Az angol Bibliában úgy van, úgy áll a megszólítás, hogy legyetek, légy örömmel. No, the Bible was written in the Greek language. The New Testament was written in the Greek. Görög nyelven íródott eredetileg az Új Szövetség. The Greek word there means to be happy, to be full of gladness. És a görög szó itt azt jelenti, eredetileg azt jelentette, hogy légy örömmel. It's interesting to me that whenever Jesus shows up in your darkest hour, he has a way of saying, be happy and be glad. Érdekes számomra az igében az, hogy amikor Jézus megjelenik, akkor a legsötétebb időszakokban, akkor mindig azt mondja, hogy légy boldog, légy örömmel. Hallelujah! Hallelujah. Because he knows the outcome. Mert ő ismeri, hogy tudja azt, hogy mi lesz a végkimenetele a dolgoknak. Now he says, Paul, you must go to Rome. You must go to Rome. És azt mondja, hogy Pál, el kell menned Rómába. So Jesus set his destination, his course. Tehát Jézus meghatározta a célt, ahová el kell érnie. You're going to Rome. Te elmész éppen Rómába. And so Paul, he really didn't even need an angelic visitation on that boat because he already had a word that he was going to Rome. Igazából Pálnak nem is lett volna szüksége arra, hogy egy angyal látogassa meg a hajón ott a tengeren a viharban, hiszen már meg volt neki mondva, hogy Rómába kell mennie. God has a destination for your life. Az Úrnak meghatározott célja van mindannyiótok életében. Sometimes we'll say, well, you know, I'm not too important to God. I know he's got a purpose for that person and that person or whatever, but there's really nothing special that he has for me to do. Az ember néha van úgy ezzel, hogy azt mondja, hogy én biztos, hogy nem vagyok különleges dologra elhívva. Tudom, hogy Isten elhívta azt az embert is valami célra, meg azt is, meg amazt is, de semmi különleges nincs benne. He has a destination for each of us. Dehogy nem. Mindannyiunknak he van egy célja. He has a purpose for each of us. Mindannyiunknak van. And that means Peter back there in the back row. Ott a hátsó sorban Péternek is. And the woman sitting next to him, which is probably his mother. És a hölgynek is, aki mellette ő, gondolom, az édesanyja. And this other Peter back here. És ennek a Péternek is van valami célja. God's got a purpose for him. Az ő életére is van valami célja. And it doesn't just include sitting back behind that piano where nobody can see him. És nem az a cél, hogy a zongora mögé elbújjon, hogy senki se lássa. God's purpose for his life is bigger than that. Isten nagyobb célra hívta őt el. Because he's always got something big for us, right? Mert ő mindig tartogat számunkra valami hatalmasat. And so in my darkest hour, I remind myself that I am not going to sink, I'm not going to die, I'm going to fulfill my destiny. Tehát, hogyha nehéz időszakon is megyek keresztül, emlékeztetnem kell magamat arra, hogy nem elsüllyedek, nem fogok meghalni, hanem betöltöm a célomat az életben. I travel all over the world. A világot járom. I've been on planes and ships and taxis and all over the place. Taxival, hajóval, repülővel, mindennel jártam már. And I've never gotten on an airplane and sat down on the seat and just begin to pray, oh God, please don't let this airplane go down. Oh God, please hold this up, please let me get it. I never do that. Nem úgy szállok fel a repülőgépről, hogy leülök és elkezdek imádkozni, hogy Istenem, nehogy, hogy meghalljak ezen a repülőgépen, nehogy lezuhanjon a repülőgép. I've been on some rough rides. Pedig aztán voltak húzós utak, amikor a turbulencia miatt össze-vissza ment a repülőgép, és vihar volt, villámlott. Yeah, and people around, you could see them praying. És az emberek imádkoztak. What am I doing? Én mit csinálok? I'm laughing on the inside of myself.
Én meg magamban nevetek. Because I know that that airplane is not going to go down with me on it. I have a destiny to fulfill. Mert tisztában vagyok azzal, hogy ez a repülőgép nem fog leszállni, hiszen nekem egy célom van ebben az életben. Just like you have a destiny to fulfill. Ahogy nektek is van egy célotok, amit be kell töltenetek. And the devil's not going to take you out before you fulfill your destiny. És nem fognak once again, please. The devil will not take you out before you fulfill your destiny. És az ördög nem szólíthat ki téged az életből, amíg be nem töltöd a célodat. Unless you're ignorant. Kivéve persze akkor, hogyha nem törődöd vagy. Unless you don't know these things. Akkor, hogyha tudatlan, nem ismered ezeket a dolgokat. Ignorant people that let the devil steal from them all the time. Vannak tudatlan emberek ezen a világon, akik hagyják, hogy a sátán meglopja őket folyamatosan. De a mai naptól fogva ti nem vagytok tudatlanok. You know God has a plan for you. Mert tudjátok, hogy Istennek célja van veletek. Now you might not have complete clarity on what that looks like. Ugyan nem vagytok teljesen tisztában azzal, hogy hogy is néz ki ez a terv. But all you need to know is what you're supposed to be doing today. De annyi kell egyszerre tudnotok, hogy ma mit kell tennetek. And to be faithful and obedient to do what you're supposed to do today. Hogy miben kell hűnek és igaznak lenni, mit kell megtennetek ma. And today you came to this service in obedience to God. Engedelmesek voltatok Istennek, és eljöttetek ma erre az alkalomra. And today you are hearing words that can change your life. És olyan dolgokat hallottok, ami megváltoztathatja az életeteket. Because if you get a hold of what we're sharing today, I promise you that it will save your life sometime. Mert hogyha megértitek a mai tanítást, akkor megígérhetem, hogy ez a tanítás többször is meg fogja menteni az életeteket. Maybe some of the lives of other people that are around you. És a veletek kapcsolatban lévő emberek életét is. So God's purpose for my life prevails. Tehát az Úr célja és akarat az életemben győzedelmeskedik. That comes from a verse in Proverbs 19, verse 21. Példabeszédek 19-es fejezet 21-es igeverse. It says, many are the plans of man, but the purpose of God prevails. Azt mondja ez az ige, hogy sok az Isten az embereknek a terve, de Istennek terve győzedelmeskedik. And so we can make any kind of plans that we want with our life. Mindenféle tervet találhatunk ki a mi életünkre. But the blessing is always on God's plan for our life. De az Úr terve tervén van mindig az áldás. And that's the plan that I want to be hooked up with. És én inkább ezt a tervet nézném. All right, so we got three anchors overboard. Tehát eddig három horgonyt vetettünk ki. We haven't seen the sun or the stars in many days. Már jó pár napja nem láttuk a napot és a csillagokat. And everybody around us is hopeless. És az emberek reménytelenek. But we are not everybody else. De mi nem vagyunk olyanok, mint mások. Because we have inside information. Mert információnk van, belső információnk. We have a word from God. Istentől kaptunk igényt. And God's word says. És azt mondta. That we are His own. Hogy mi az övé vagyunk. God's word says He cannot lie. És azt mondja az ige, hogy Isten nem tud hazudni. And God's word says that His purpose will prevail. És azt is, hogy az ő célja győzedelmeskedik. And then here's the last anchor. És itt jön az utolsó horgony, négyes. And go to the last verse in chapter 27. A 27-es fejezet utolsó igeverse következik. Verse 44. Yeah. A többiek pedig kideszkákon ki a hajó egyéb darabjain, és így történt, hogy mindjárt szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. And they all escaped. Mindjárt. They all escaped. Kimenekültek. Here's number four anchor. Ez a négyes horgony. There is always a way of escape. Mindig van menekülési út. No matter how dark the day is. Akármilyen nagy sötétség vesz körül. No matter how great the storm is. Milyen hatalmas a vihar. No matter how difficulty the situation is. Nem számít, hogy mennyire nehéz a helyzet. There's always a way of escape. Mindig van. There's always a way of escape. Mindig van egy kivezető út. Many people have
felt for years and years that their back is up against the wall and they can't see any way out of it. Sokan gondolom úgy éreztétek magatokat éveken keresztül, hogy nincs kivezető út a problémátokat. But there's always a way of escape. De mindig van kivezető út. The Bible says that. A Biblia mondja ezt. If you read in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, 1 Korintus, and you, they don't have to go there, but I'll, let me go there. 10:13. 1 Corinthians 10. Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek, sőt, a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. Is that a promise from God? Ez Istennek egy ígéret. Does anybody see a promise there? Látjátok az ígéretet? Sure, I do. Én igen. It says that there is always a way of escape in every temptation. Azt mondja, hogy a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd. Now that verse says there that God's not giving the temptation, but he's faithful to provide the way of escape. Azt mondja az ige, hogy nem Isten adja a kísértést, de ő biztosítja az utat is, amin kimenekedhetünk belőle. A kísértés az ördögtől van. Tests and trials come from the devil. A megpróbáltatások és a kihívások is az ördögtől vannak. But the God to whom I belong is making a way of escape. De az Isten, akihez én tartozom, kimenekít engem ebből. So that I can get out of trouble. Hogy kijuthassak a bajból, utat készít. He's working for me. Értem, dolgozik, értem, munkálkodik. És velem munkálkodik. And there's always a way of escape. És mindig van menekedésre út. I'll tell a little story from this trip, okay? Elmesélek egy kis történetet. All right, I rented a car in Austria, okay? Car I'm driving. Béreltem egy autót Ausztriában. It's one of those 6-speeds manual, right? Hadsebességes autó. So you like this story. Igen, Péternek tetszett. I've had manuals before, so I just take off and head toward my destination. Máskor is használtam már váltós autót, tehát nem automatát, úgyhogy úgy döntöttem, hogy na, akkor megyek. You know, and I'm heading towards this hotel, and I found that I made a wrong turn, so I have to back up. És a hotel felé mentem az autóval, aztán észrevettem, hogy rossz felé mentem, úgyhogy vissza kellett fordulni. So I'm on this real narrow road, very narrow. Ott vagyok ezen a keskeny úton. And on both sides of the road, it falls off like a meter into like a cornfield. És az út mindkét oldalán van egy árok, egy méteres árok. So I pull the front of my car up to the very end, right? And then I'm going to throw it in reverse and back up. És akkor félrehúzottam, aztán pedig rükvezve mentem. And my car won't go in reverse. De egyszer nem akart hátrafele menni. And I'm hanging over the edge of this precipice. Én meg a félig ott a mélyedés fölött állok. And I see on the knob, you know, reverse is up and that way. Aztán nézem ugye a sebváltó gombján, hogy merre is kéne rükvezve rakni az autót. I put my gear into the reverse, it wants to go forward. De akárhányszor rükvezve kapcsoltam és gáztattam, mindig előrébb moccant az autó. So, you know, I'm thinking, how am I going to get out of this? És ezen gondolkodtam, hogy fogok ki. I don't know how to put this car in reverse. Fogalmam sincs, hogy kell rükvezve rakni a kocsit. And I've been flying all night, so I'm really tired. Egész éjszaka repültem, utaztam, tehát tényleg fáradt voltam. There's nobody around anywhere. És senki sem volt ott. Nobody to ask. Nem tudtam megkérdezni senkit. So I'm thinking, there's gotta be a way of escape here. Ezen gondolkodtam, hogy valamiféle menekülési útvonalnak azért mégiscsak kéne lennie. Because God said there's always a way of escape. Mert az Úr azt mondta, hogy mindig van lehetőség. And so Peter, I got out of my car and I walked around my car a couple times just praying in tongues. Szóval kiszálltam a kocsiból és imádkoztam és párszor körbejártam az autót. God, you gotta get me out of this, because I don't know what I'm gonna do.
mondtam az úrnak, hogy segítened kell, uram, mert fogalmam sincs, hogy mit csináljak. I got back into the car and I reached for the gear shift and I pulled that little thing up. And that's all it took. Okay. És beültem a kocsiba, aztán pedig felhúztam a sebátokat és rükvezbe raktam, mert csak ennyit kellett volna tennem. Now I see some of you are looking at me like, you idiot. És néhányan úgy néztek rám, hogy ó, te. No, listen, you. It's been a long time since I drove a stick shift car. Rég vezettem manuális sebátos autót. To me, I was in a tight spot. Nekem ez igen nagy kihívás volt. God helped me out. De az Úr segített rajtam. Well, some of you are thinking, well, if that's the tightest spot you've ever been, I've got some better stories to tell you. Talán néhányan úgy gondoljátok, hogy azért veletek nagyobb problémák is történtek már. There's always a way of escape. Amen. De mindig van kimenekedésre lehetőség. So now we've got four anchors in the water. Tehát most már négy horgony van a vízben. That are going to keep our ship of faith on course during the difficult times. Amelyek megtartják a hajónkat a nehéz időszakokban. Hallelujah. Hallelujah. Now we're not done yet. You still got your Bibles with you? Veletek van Biblia? Huh? Am I helping you today? Segítek nektek ma? You're helping? Yeah, okay. Yeah. Well, go back to chapter 27 of Acts. Akkor menjünk vissza az apostolok cselekedeteinek 27-es fejezetéhez. You know, when you have a car problem and you're on the side of the road and you don't know what to do, sort of like what I had. Hogyha baj van a kocsival és ott álltok az út szélén. The answer is usually in the manual, in the glove compartment. A válasz többnyire az autó kézikönyvében van benne. Now that wouldn't have helped me out because it was all written in German and I didn't understand it. Ott volt a kézikönyv, csak éppen én nem értek belőle semmit, hiszen németül volt írva. But in that little manual in the glove compartment that comes with the car is sort of a survival guide. De a kezdőtartóban ott van az a kis túlélő kézikönyv. In case you get into a problem. Hogyha bajba kerülnél. And so in this chapter 27 of Acts, there's a survival guide. És ebben a fejezetben valójában egy ilyen túlélési kézikönyvet olvashatunk. I want to share with you what's inside this survival guide, okay? És szeretném elmagyarázni, hogy mi áll benne. And now we're talking about metaphors here. We used anchors, we're going to use some other metaphors. Metaforákkal kezdtünk el dolgozni, először voltak a horgonyok, most más nézzünk meg. Okay, so the question is, what do I do when I get into trouble? What do I do to get out of trouble? Ugye a bajba kerülünk, az a kérdés, hogy mit tegyünk, hogy kijussunk a bajból. Okay, everybody with me? Értitek? Okay, look at verse 17. Nézzük meg a 17-es fejet, a 17-es igeverset. Go ahead and read verse 17. Okay, can I check it? You sure can. Melyet miután felmondtak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövel... Mi? Megövetszvén a hajót, és mivel féltek, hogy zátonyra futunk, lebocsátván a vitorlát, úgy vitettünk tovább. Okay, so the first thing they did was they took cables and put them under the ship so that the ship wouldn't break apart. Tehát először is vastag kötelekkel hurkolták át a hajót, hogy a hajótest nehogy széttörjön. Now what does that mean to us? Ez mit jelent számunkra? That means when we get into difficult times in our life, those cables represent relationships in our life that undergird us. Take your time. Okay, szóval mit jelent ez számunkra? Azt jelenteni, hogy amikor bajba kerülünk az életben, akkor ez a kötél valójában az Istennel való kapcsolatot jelképezi, ami összetartja az életünket. Let's suppose you get a bad report from the doctor. Mondjuk, vegyünk egy példát. Mondjuk az orvosi jelentés nem az igazi. He tells you you have a cancer in your body. Mondjuk azt az áll benne, hogy rákosak vagytok. You begin to enter into this dark place. És ti beléptek erre, ebbe a betegségbe. This test, this storm. A vihar. What's the first thing to do? Mi az első, amit tesztek? The first thing to do is to surround yourself
with people who will speak faith into your life and not doubt and unbelief. Az első, amit tennetek kell, az az, hogy olyan emberekkel veszitek magatokat körbe, akik hittel szólnak, és nem a kétséget, a betegséget szólítják elő az életetekben. And those relationships are signified the, like cables underneath the ship that hold it together. That's what those relationships are like to us. És ezek a fajta kapcsolatok a megfelelő emberekkel szintén olyanok, mint ezek a kötelek, amelyekkel átfogták a hajótestet. The friends that we choose, the people we associate with our life are very important. Azok az emberek, akikkel barátkozunk, akikkel kapcsolatot teremtünk, nagyon fontosak. Especially when we come into a difficult place. Különösen akkor, hogyha nehézségekkel nézünk szembe. I don't want a Job's comforter coming and telling me what a miserable wretch I am. Nem szeretnék olyan embereket magam körül, akik a ilyen szituációban azt mondják nekem, hogy mennyire szánalmas alak vagyok. A real friend is going to come and encourage me in the faith and let me know you're not going to sink, you're not going to die. A megfelelő barát bátorít engem, nem, és azt mondja nekem, hogy nem lesz semmi baj, nem fogsz meghalni. So the first thing in your survival guide is check out your friends that you have and pull the ones that are full of faith close to you. Tehát a túlélési kézikönyv első pontja az, hogy azokat a barátaidat tartsd meg magad mellett, akik segítenek neked. And what do you read in verse 19? A 19-es igevers. Okay. És harmadnap tulajdon kezeikkel haigáltuk ki a hajó felszerelését. So the next thing that they did was they began to lighten the ship, throw things overboard that they didn't need. A második dolog, amit tettek, hogy könnyítettek a hajó súlyán. Mindent kihaigáltak, amire nem volt szükségük. What does that mean to us? Mit jelent ez számunkra? That means that our lives are complicated with a lot of different responsibilities and a lot of different things. Ez azt jelenti valójában, hogy az életünk mindenféle Tehát azt jelenti, hogy az életünkben számos olyan felelősség van, amelyeket vállalunk, de nincs igazából szükségünk rájuk. But when you're fighting an enemy, you need to get rid of some things that are just holding you down. És amikor az ellenséggel harcolunk, akkor meg kell szabadulnunk azoktól a dolgoktól, amelyek visszatartanak bennünket. The Bible says in Hebrews that we should lay aside the weights that so easily beset us, so that we might run. A Biblia azt is mondja, hogy a súlyokat, amelyeket olyan könnyen magunkra vettünk, le kell rakni azért, hogy gyorsan tudjunk szaladni. And so when you're going through a storm in life, and you're fighting the fight of faith, maybe you ought to turn the TV off for a little while and get into the Word of God. Tehát, hogyha éppen az életedben egy hit próbád van, akkor talán a tévét ki kéne kapcsolni, és inkább az igével kéne foglalkozni. TV isn't a bad thing. A tévé egyáltalán nem rossz dolog. But it can become a weight. De egy súly is lehet rajtad, egy teher. As well as a lot of other things that we are involved with in our life. Ahogy számos más dolog is, amivel elfoglaljuk magunkat az életben. These things are not bad. Ezek a dolgok önmagukban nem rosszak. But they can become a weight. De teherré válhatnak számunkra. Especially when we're fighting an enemy. Különösen akkor, hogyha az ellenséggel harcolunk. And so the second thing in our survival guide is to lighten our load. Tehát a túlélési útmutató második pontja az, hogy megszabadulni a felesleges dolgoktól. Hogy egy dologra koncentráljon. Hogyha le akarom küzdeni ezt az ellenséget, I'm not gonna go out there with Saul's armor on me. Akkor nem Saul, tehát hogyha mondjuk Góliátot akarom legyőzni, akkor nem Saulnak a páncéljában megyek harcolni. Hiszen Dávid egy paritjával győzte le Góliátot. Right? You get the idea? Alright, the third thing in our survival guide. És a harmadik. Look in verse 22 again. 22-es igeverset nézzük megint. It says, I urge you to take heart. Just translate that. I urge you to take heart.
Mindazonáltal most arra nézve is kérlek benneteket. And then again in verse 25 it says therefore take heart. That word means be of good cheer. És a 25-ösben is azt mondja, hogy annak okáért jó reménységben legyetek. Igazából az ő Bibliájában a kettő dolog szinonim egymással, és mind a kettő azt jelenti, hogy örüljetek. So the third thing in a survival guard, a survival guide is to put on a happy face and begin to laugh and rejoice in the Lord. Tehát a harmadik pont azt jelenti, hogy egy örömteli arcot kell felölteni, örvendezni, és miközben harcolunk. And some of us are going to have to pretend. Néhányunknak. You're not going to feel like laughing. Ezt az örömteli arcot tettetni kell, nem fogják. Egyáltalán nem lesztek örvendező hangulatban. De akkor is megteszitek. Hogyha hitben elkezditek, akkor az érzés majd megjön magától. Miért fontos ez? Because the joy of the Lord is our strength. Mert az Úr öröme a mi erősségünk. And the Bible says that if you faint or you quit in the day of adversity, your strength is small. Mert a Biblia azt mondja, hogy ha a kihívás napján meginoksz, akkor nem erős az íted. So begin to laugh. Ha ha ha. Tehát kezdjétek el nevetni. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. You're not to interpret that. Amen. Ezt nem kell lefordítani. Hallelujah. That is so necessary. Ez nagyon fontos. All right, look at chapter same chapter one chapter. Look at verse 30 and 31. Go ahead and read those please. 30 and 31. A hajósok pedig, mikor el akarának menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátják a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó órából vasmacskákat akarnának vetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem menekülhettek. So these sailors were trying to escape. Tehát megpróbáltak elszökni. Their own way. A maguk módján. Not God's way. Nem Isten módján. And Paul said, if those guys do what they're doing, they're gonna die. Pál pedig azt mondta, hogy ha azoknak az embereknek sikerül megmenekülni, meglépni a hajóról, akkor mindenki meghal. The fourth thing in our survival guide to remember. A negyedik pont, tehát a túlélési útmutatóban. Don't try to get out of trouble your own way. Hogy a bajból ne a magad módján próbálj meg kimenekülni. Don't try to escape your way, look for God's way to escape. Ne a magad módján próbáld megoldani a dolgot, hanem Isten módján. Amen. Amen. Sometimes we just need to believe God and not listen to or even go to the doctor. Once again, please. All right, I'm going to pass on that one. No. There are some people who, even in the arena of physical healing, vannak olyan emberek, they will try to get well their own way. Akik a fizikai gyógyulást is a maguk útján akarják elérni. When God wants to touch their body and heal them His way. Amikor pedig Isten meg akarja érinteni az ő testüket, és az ő módján akarja meggyógyítani őket. It's the same with finances. Az anyagi dolgok is ugyanígy működnek. People get into financial trouble, their first thought maybe is, oh, I'm going to go borrow from a friend or go get a loan from a bank. Hogyha mondjuk tartozásokon bajba kerülnek, az első gondolatuk az, hogy pénzt vesznek föl, vagy valamelyik barátjukat kérnek. Arra, hogy pénzt adjanak nekik. When God might be asking them to give their way out of trouble. És a maguk módján akarják megoldani a dolgot, noha lehet, hogy Isten az ő módján akarja megoldani a helyzetüket. So there's always a way of escape. Mindig van menekülési út, but it's God who provides it. De Isten készíti elő ezt az utat, és nem az emberek. Even though he may use men sometimes. Noha embereket használ föl néha. Look in verse 33 and 34. A 33-as és 34-es versek. Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala pálminnyájukat, hogy egyenek, mondván,
Ma a 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Ezért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál se a fejéről. And so what does he do? He says, take some food now for your nourishment. Pál azt mondja tehát az embereknek, hogy egyetek végre, hogy tápláljátok magatokat. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. De az embernek nem csak kenyérrel kell élnie, hanem Isten igéjével is. His bread is food, it's nourishment. His word is food and nourishment. Az ő igéje étel és táplálék. So if you and I are going through a test or a trial, tehát, hogyha kihíváson megyünk keresztül, we need to get into the Word of God even more than we usually do. Akkor Isten igéjéhez kell fordulnunk jobban, mint általában. We need to get into prayer even more than we usually would. És imádkoznunk kell még többet, mint ahogy általában szoktunk. Because the Word of God and prayer will build us up spiritually. Mert Isten igéje fölépít minket szellemileg. And the victory that we win will be won in the spirit first. És először szellemben van meg a győzelem. Before it's won in the natural. Mielőtt még a fizikai világban is látható lenne. Hallelujah. Hallelujah. This is not only our sword. Ez nem csak a kard. This is our nourishment. Hanem a táplálékunk is. And then look at the next verse in verse 35. A 35-ös igevers következik. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vett kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájunk előtt, és megtörvén kezdte enni. So the next thing in your survival guide is to give thanks to God. A következő a túlélés útjában az, hogy hálát kell adni Istennek. That's the greatest expression of our faith. Így tudjuk legjobban kifejezni a hitünket. They still have not seen the sun or the stars. Még mindig nem látták sem a napot, sem a csillagokat. They were still perilously close to the rocks. Még mindig nagyon vészesen közel voltak a sziklákhoz. The wind and the rain were still blowing, coming down. A vihar még mindig tombolt. But they were giving thanks anyway. De ennek ellenére hálát adtak. What were they thanking him for? Mit köszöntek meg Istennek? For speaking his word. Az igéjét szólták. For making a promise that they would survive. Az igéjét dicsérték és köszönték meg neki, hogy megígérte. For providing a way of escape. Hogy megmenti őket. They were giving ad kivezető utat. Giving God thanks and praise. Ezért köszönték meg Istennek. Hallelujah. I know this is very practical today. Ez nagyon hasznos dolog ma. But I'm talking to those who, if they're not in that place now, sometime in their life, they will be in that difficult place. Lehet, hogy nem mindannyian tapasztaltunk meg problémát éppen, de a későbbiekben még hasznos lehet ez a tanítás. And we need to prepare ourselves. Fel kell készíteni magunkat. Before we get there. Mielőtt odaérnénk. Because many times we get into the storm and it's too late to begin to prepare ourselves if we don't know what to do. Mert ha viharba kerülünk, akkor már nincs időnk felkészülni arra, hogy mit tegyünk. Years ago I had this very brilliant idea that I wanted to jump out of an airplane. Évekkel ezelőtt az a nagyszerű ötletem támadt, hogy ki szeretnék ugrani egy repülőgépből. Crazy, right? Őrült dolog, nem? Jump out of a perfectly good airplane. Egy teljesen jó repülőgépből kiugrani. And so I went early in the morning to where they to the airport where they jump. Tehát kora reggel elmentem oda a repülőtérre, ahol ezt az ugrást el lehetett volna végezni. For the whole day, for nine hours, they teach you everything that you have to do when you jump out of that airplane. És 9 órán keresztül tanítanak arra, hogy mit kell tenned, amikor kiugrasz a repülőgépből. And they say, what if your parachute is heading towards a building? Or what if it's over water? Or what if it's going over into electrical wires? They give you all these scenarios what to do. És végigveszik a lehetőségeket, hogy mi van akkor, hogyha az ejtőernyővel egy épület felé szállok, vagy víz fölött vagyok, vagy a magas feszültségű vezeték fölé érkezem. Végigvették a lehetőségeket. And they prepare you for every possible
problem you might encounter. Minden lehetséges problémára felkészítettek, amivel csak találkozhatok. And then at the end of the day, they take you up in a plane, you jump out, 3 minutes you're on the ground, it's all over. Aztán a nap végén fölvisznek repülőgéppel, kiugrasz, 3 perc és már a földön is vagy, ennyi. What is my point? Mit akarok ezzel elmondani? Trouble's coming. Hogy jön a baj? Trouble's coming. Jön a baj. It comes to all of us. Mindannyiunkra baj történhet. We need to prepare ourselves. Fel kell készíteni magunkat. To go through the problem and to the victory. Hogy keresztül sétáljunk a problémán a győzelembe. Hallelujah. Hallelujah. Now there's one more thing I'm going to mention in the survival guide. Még egy dolog van, amit szeretnék említeni a túlélési útmutatóban, aztán meg imádkozni fogunk. In the book of James in chapter 3, and you don't have to go there. Nem kell oda menni, Jakab levél 3. fejezet. But James is talking about the power of the tongue. Jakab arról beszél, milyen hatalom van az embernek a szájában, a nyelvében. And he uses a metaphor of a ship, great big ship on the ocean. És egy metaforát használ, egy hatalmas hajót él, ami az óceánomban. Even though that ship is so great and the waves are so big, the ship is controlled by a tiny little thing called a rudder. You know what a rudder is? It's a thing at the back of the ship that you call. Azt mondja, hogy hatalmas ugyan a hajó, és hatalmas a tenger is, amin utazik, de a hajót valójában egy nagyon pici dolog kormányozza, ugye az a kis lapátot hátul. So this great big ship with so many people on it. Hatalmas ez a hajó, és rengeteg ember van rajta. That is subjected to all sorts of weather. És a tenger szeszélyének van kitéve. It's not just the anchors on the ship that are going to keep it secure and safe. És ezt a hajót nem csak a horgonyok biztosítják. It's that person that steers and that little instrument called the rudder. Hanem az az ember is, aki irányítja a hajót és a kormánylapát. What does that speak to us? Ez mit jelent számunkra? That says that our tongue is usually going to be the number one way of escape. Ez azt jelenti, hogy a nyelvünk, a szánk lesz az, ami segít nekünk a megmenekedésben. What we say when we go through those dark periods of time. Hogy mit beszélünk, mit mondunk akkor, amikor a nehézségek közepette vagyunk. Has a lot to do with how we come out on the other side. Mert azt határozza meg, hogy hogyan fogunk kijutni a világból. The doctor just gave me a horrible report. The doctor just said I can't live it for 6 more months. Az orvos esetleg azt mondta nekem, hogy 6 hónap múlva meghalok. I have this thing growing in my body. És ez az izéje, ez növekszik itt a testemben. I better put my affairs in order because I'm gonna die. Úgyhogy a folyóujjaimat rendbe kell raknom, mielőtt még meghalnék. And that person is agreeing with the doctor with their own mouth and their own tongue. Hogyha így beszélnék, akkor egyet értenék, egy akaraton lennék az orvossal, aki adta nekem a leletet. Instead of agreeing with God. Ahelyett, hogy Istennel lennék egy akaraton. And confessing with their own tongue what God has said. És a magam módján megvallanám azt, amit Isten mondott. We can't ever go wrong agreeing with what God said. Abban nem származik baj, hogyha egy akaraton vagyunk Istennel. And so what James was telling us was that you need to watch what your mouth speaks. Jakab tehát arra figyelmeztetett bennünket, hogy figyelnünk kell arra, hogy mit beszélünk. Because life and death, winning and losing are in the power of the tongue. Mert az élet és a halál, a veszteség vagy a győzelem az a szánk által van meghatározva. Somebody once said, if you don't like what you got, then quit saying what you're saying. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha nem tetszik az, ami a tiéd, akkor hagyd abba, akkor nem mond többet azt, amit beszélsz. Because we're always sowing seeds with the words of our mouth. Mert mindig a szavainkkal érjük el a szituációt. Hallelujah. Hallelujah. Let's believe God. Higgyük Istent inkább. Let's agree with him. Legyünk vele egy akaraton. Because the Bible says that he always causes us to triumph. Mert a Biblia azt tanítja, hogy Isten által mindig győzedelmesek vagyunk. He wants us to come through every storm.
Azt akarja, hogy minden vihart átvészeljünk. He said that you're more than a conqueror. És azt mondta Isten, hogy többek vagyunk, mint győztesek. What does it mean to be more than a conqueror? Mit jelent ez, hogy többek vagyunk, mint győztesek? That means somebody else did all of the fighting and all of the winning and they gave it over to me. Ez azt jelenti, hogy valaki más vívta meg a csatát, más nyerte el a győzelmet, és aztán átadta nekünk a győzelmet. Jesus did all of the fighting and he did all of the winning and then he turned around and said, here, it belongs to you. Jézus vívta meg a harcot, ő küzdötte meg a harcot, és ő vívta ki a győzelmet is, aztán felénk fordult, és azt mondta, hogy tessék. Jesus is the conqueror. Ez a tiéd, Jézus a győztes. I am more than a conqueror. Én meg több vagyok, mint győztes. Because I didn't do anything. Mert én nem csináltam semmit. And he did everything. Ő csinált mindent.